Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jele Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Minden a szórakozásról szól Szekszárdon, táncvilágnapi programok és retrómajál is várja a helyieket a hosszú hétvégén. Civil fórum, a bejegyzéssel, adatváltozásokkal kapcsolatos feladatokról is hallhattak a résztvevők. Elismert restaurátor verte át, több százezer forintja bánta a kölesti férfinak. Babamama klub Bonyhádon, havonta új témákkal várják a várandós anyukákat a szakemberek. Minden a szórakozásról, az önfelett hangulatról és a táncról szól ezen a hétvégén Szekszárdon. Szombaton ugyanis a tánc világnapjához kapcsolódó programot tartanak a településen. Hétfőn pedig ismét megrendezik a minden évben hatalmas sikert arató városi retro majálist. Akkor csípőnél kicsit élesebben állunk, megtámaszkodunk a térdünkön, és három! A többszörös aerobik világbajnok Katus Attila közösségi bemelegítésével indul már reggel 9 órakor az idei városi retro majálisa a szekszárdi Prometheus Parkban. A szervezők az egésznapos programokat úgy állították össze, hogy azokon a családok valamennyi tagja jól érezze magát. A kicsiket napközben foglalkozások, bemutatók, bábszínház és gyerekkoncertek várják, este a felnőtteket pedig a 2000-es évek buliainak hangulatát garantáló Desperado és a Cosmic szórakoztatják majd. De oldtimer autós bemutató és egy tavaly elindított különleges kutyaszépségverseny is várja délelőtt 10 órától a parkba kilátogatókat. Nagyon kedves nevet adtunk ennek a rendezvénynek, az Ebugatta kutyamustra, melyen mindenki bemutathatja a saját házi kedvencét, legyen az akár egy keverékkutyus, vagy legyen az akár egy fajta tiszta házi kedvenc. Itt többféle kategóriában díjazzuk majd a legkiválóbb kutyusokat, ugye méret alapján, fajta alapján is lehet különbséget tenni majd a zsűri révén. De nem csak május 1-én, már a hosszú hétvége első napján, szombaton, vagyis április 29-én is rengeteg program várja a Szekszárdra látogatókat. A tánc világnapja alkalmából ugyanis a Babits Mihály Kulturális Központ előtti téren helyi mozgásművészeti egyesületek tartanak bemutatókat. Délután 6 órától pedig a kilátogató vendégek is bekapcsolódhatnak. Legalább 10 mozgásművészeti stúdió és néptánc együttes mutatja be a tudását, de lesz latintánc tanulás egy fergeteges buli keretében, úgyhogy mindenkit várunk ide majd szeretettel az Agora sétány és a Babits előtti térre. Szekszárd alpolgármestere azt mondja, ezzel a hétvégével kezdődik el az a kulturális zsongás, amit a tolnai vármegye székhely lakói már régóta vártak. Én egy dologért szurkolok, hogy legyen jó időjárás, és a Babits Mihály Művelődési Ház stábja akkor nagyon-nagyon komoly minőségi színvonalon meg fogja oldani ezeket a programokat. A szekszárdi városi retro majális és a táncvilágnapi programsorozat teljesen ingyenesen látogatható. Pénteken tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak. A benzin esetén bruttó 5 forinttal lesz kevesebb a nagykereskedelmi ár, míg a gázolajért bruttó 4 forinttal fizetnek kevesebbet a kutak. A bejelentett nagykereskedelmi árváltozások a kutak díjaiban is megjelennek. A pénteki változást követően a 95-ös benzin literjéért 579, még a gázolaj literjéért 565 forintot kell fizetni a benzinkutakon. Egyébként éppen szerdán csökkentek az üzemanyagárak, a benzin 11, még a gázolaj 8 forinttal került kevesebbe. A pénteki áreséssel a benzin április 19-e óta 30, a gázolaj 21 forinttal lesz olcsóbb. A szakmatanulás életpályát, állandó sikerélményt és a folytonos megújulás lehetőségét kínálja a fiataloknak, mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára szerdán. Az államtitkár a nyitottság jelentőségét hangsúlyozta. Erre ugyanis nem csak a pályaválasztás előtt állóknak és a szakmát tanulóknak van szükségük, hanem a sikerre törekvő cégeknek is. Hozzátette, hogy mint minden szakmacsoport, úgy az agrárium is rohamos ütemben fejlődik. Az agrártárca felelőssége ráirányítani a figyelmet ezekre a változásokra, hogy a pályaválasztás előtt állók korszerű 21. századi tevékenységet lássanak a mezőgazdasághoz kapcsolódó munkákban.
Felkészült, felelős döntéseket hozó szakemberekre szükség lesz a jövőben is, a képzésükhöz ezért minden feltételt biztosítani kell, mondta Feldman Zsolt. Hogyan lehet eredményesen benyújtani a kérelmet címmel szervezett fórumot a Dunamenti Polgári Egyesület Szekszárdon. A rendezvényen egyebek mellett a civil szervezetek bejegyzési és változásbejegyzési eljárása során felmerülő általános tapasztalatokról hallhattak a résztvevők. Többek között a bejegyzéssel, adatváltozásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokról és esetleges hiba lehetőségekről hallhattak azon civil szervezetek vezetői, akik részt vettek a Dunamenti Polgári Egyesület legutóbbi rendezvényén. A mai rendezvény tematikáját alapvetően a együttműködő partnerek megkeresései alapján állítottuk össze, illetve ezért gondoltuk úgy, hogy fontos lehet, hiszen ezek folyamatosan előtérbe kerülnek. A résztvevők többek között hallhattak arról, hogy miként kell eredményesen előterjeszteni egy változásbejegyzési kérelmet a civil szervezetek nyilvántartása kapcsán, ugyanis ez a leggyakoribb eljárási forma. Ezzel kapcsolatban is gyakran merülnek fel kérdések, amiket most megválaszoltak a meghívott előadók. E körben tájékoztatást nyújtunk arról, hogy az egyesületeknek egyáltalán mikor kell változásbejegyzési kérelmet benyújtani, azt milyen módon tehetik meg, milyen formanyomtatványt kell ehhez használni, miket kell hozzácsatolni, milyen mellékleteket, dokumentumokat. Kiemelendő emellett, hogy a bíróság központi internetes oldalán számos okiratminta elérhető, amelyek egyszerűsítik a civil szervezetek számára is az ügyintézést, illetve a bírósági eljárást is. Emellett számos olyan klub működik már akár több évtizede Tolna vármegyében, amelyek még nincsenek bejegyezve. A rendezvény célja ezért az is volt, hogy felhívják a figyelmet arra, milyen továbbfejlődési lehetőségekkel járhat, ha egy közösség bejegyezteti magát és hivatalosan is civil szervezetté válik. 37 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án éjjel 1 óra 23 perckor következett be a csernobili atomkatasztrófa, az emberiség történetének egyik legsúlyosabb nukleáris balesete, mely során az ukrajnai SSK területén található erőmű egyik reaktora felrobbant. A balesetet követő napokban Magyarország legszennyezettebb vidékein, a Tehenek pajzsmirigyében jelentős radioaktivitást mértek. Sőt, több várandós kismama is mérgezéses tünetekkel került be, például a szekszárdi kórházba. Nehéz megítélni pontosan hány ember halálát okozta a katasztrófa, mert sokan csak később hunytak el a szövődményekben, például rákban, és vannak, akik még ma is élnek, de nem lehet eldönteni, betegségüket a katasztrófa okozta-e. Tavaly csökkent a munkabalesetben elhunytak száma Magyarországon, de még így is 5 naponta meghal egy ember, és 60-an sérülnek meg munka közben naponta, mondta Comba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. Comba Sándor kiemelte, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet minden dolgozó alaptörvényben biztosított joga. A kormány elkötelezett a foglalkoztatás bővítése mellett, a munkavállalók életének, testi épségének védelméért, tette hozzá. Tavaly nőtt az ellenőrzött cégek száma. A munkavédelmi hatóságok több mint 10 000 ellenőrzés során közel 50 000 intézkedést hajtottak végre. Ezzel és a több ezer tanácsadással a balesetek megelőzését szolgálták, fűzte hozzá. Elmondta, a jogszabályok egyre kevésbé tudják követni a technológiai fejlődést, a hagyományos munkavédelmi szemlélet kihívások előtt áll, a technológiai változások, valamint a következő években a harmadik országbeli dolgozók megjelenésével. Országosan elismert restaurátort ítélt el a bíróság, mert a vád szerint több 100 000 forinttal verte át egy kölesti ügyfelét. Azt ígérte, neki felújítja néhány antik bútorát, amiért nagyjából 1 000 000 forintot kért. A berendezési tárgyak viszont egyszerűen eltűntek, és a pórolját sértett, a pénzt sem kapta vissza.
Egy ehhez hasonló bécsi barokk tálalószekrényt, a hozzátartozó asztalt és négy széket vette a később sértetté vált férfi. Az antik bútorok meglehetősen rossz állapotban voltak, ezért restaurátort keresett, aki felújítja azokat. De végig kapcsolt gyerekek a sablak, az egész lehet látni, fölül kempálva és ez a boltívásra. Ezzel és ehhez hasonló videókkal hirdette a munkáit a férfi, akit végül a tulajdonos megbízott a felújításokkal. Az egész országban láthatóak a munkái, és rendszeresen szerepelt a médiában is. Ezúttal a vád szerint viszont első ízben 700.000 forintot kért az átvert kölesdi lakostól. A pénzt meg is kapta, majd még két másik antik eszköz restaurálásáért újabb 350.000-et. Csak hogy a hetek, hónapok teltek, a bútorok pedig valamilyen különös ok miatt sosem jutottak vissza a tulajdonosukhoz, és az összegeket sem utalták neki vissza. A sértett ekkor tett feljelentést, a csalás miatt indult büntetőügyben most született ítélet. A szekszárdi járásbíróság csalás büntettében mondta ki a vádlottat bűnösnek, ezért több büntetést is kiszabott vele szemben, hiszen már korábban többször is volt büntetve. Egyrészt 2 év 3 hónap végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és 375.000 forint pénzbüntetést is kiszabott a vádlottal szemben. Vagyis az ügyfelét átverő korábban a munkáért kitüntetett restaurátornak az elsőfokú ítélet szerint börtönbe kell mennie. Ráadásul több időt is tölt majd ott, mint amennyit most kiszabott a bíró. A bíróság emellett elrendelte egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is, hiszen a vádlott jelen bűncselekményt a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. Az ítélet egyelőre nem emelkedett jogerőre, mert a vádlott és az ügyvédje fellebbeztek. Vegyes eredményekkel zárult a 2023-as tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A tavalyi évvel összehasonlítva a higiéniai hiányosságok száma csökkent, ugyanakkor a magyar fogyasztók védelme érdekében több terméket kellett kivonni a forgalomból. Összegezte a tapasztalatokat Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős államtitkára. A csaknem egy hónapos időszak alatt 2610 vizsgálatra került sor, amely 29 esetben figyelmeztetéssel és 208 esetben bírsággal zárult. A hatóság nagyságrendileg 16,4 millió forint bírságot szabott ki, a több mint 12.000 megvizsgált élelmiszerből 579 tételt összesen 11,6 tonna mennyiségben kellett kivonni a forgalomból. A vizsgálatok fókuszában a húsvéti étkezési hagyományokat is figyelembe véve, a füstölt húskészítmények, a tojások, a hideg konyhai készítmények, az édes ipari termékek, a zöldségek és gyümölcsök, valamint az alkoholos italok álltak. Az ellenőrzések az előállítás, a forgalmazás és a vendéglátás területeire egyaránt kiterjedtek, tették hozzá. A lakott területeken leggyakoribbnak számító erdei fülesbaglyok fészkelő állományának felderítésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet legutóbb januárban a telelő erdei fülesbaglyok felmérésében kért segítséget a lakosságtól, mivel évek alatt a szervezet pozitív tapasztalatokra tett szert a fajra vonatkozó országos adatgyűjtés során, írja az Egyesület szerdai közleményében. A fészkelő baglyok felmérése nem nehéz, mivel ehhez a madarakat nem szükséges látni. A felmérés során az esti szürkületben már lehet hallgatózni néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből vagy az utcán, parkban sétálva is a fiókák jellegzetes, mással össze nem tévezhető hangjára kell figyelni. Ezt tavasztól egészen júniusig lehet keresni. Szülés és a gyermekágy volt a témája annak az előadásnak, amely Bonyhádon várta a kismamákat. A Védőnői Szolgálat a Művelődési Központtal közösen 3 hónapja indította el újra a Babamama Klubot, amely havonta várja az érdeklődőket. Köntös, papucs, törölköző, ezek az alapvető felszerelések. A bonyhádi védőnő épp a szülés előtt álló hölgyeknek sorolja azokat a dolgokat, amelyeket mindenképpen tartalmaznia kell az összekészített kórházi csomaguknak. A kismamákat minden hónapban egy-egy előadással várják a szakemberek. Egyrészt van ennek egy közösségformáló szerepe is, tehát az anyukák összegyűlnek, beszélgetnek egymással, megkérdezhetik
elengedhetik bátran a problémáikat tőlünk is, egymással is, azért mégis, illetve konkrétabb tényként hallják a szüléssel, várandósággal kapcsolatos kérdéseiket, nem csak az interneten tájékozódnak, hanem szakembertől, tehát általunk hallják ezeket a válaszokat. A Bonyhádon 3 hónapja újraindult kezdeményezés a Baba Mama Klub legutóbbi előadásának témája a szülés és gyermekágy volt. A szülés utáni első 6-7 testet, lelket érintő változásai és az újszülött gyermek körüli teendők kaptak helyet az egyórás beszélgetés alkalmával, ahol a leendő anyukáknak lehetősége adódott a témakörrel kapcsolatos kérdéseit is feltenni. Szeretnénk szép sorrendben haladni a témákkal, ahogyan korábban már volt várandos gondozásról téma, most jelenleg a szülés, a következő valószínűleg a szoptatás lesz, és aztán a csecsemőkor és egyéb kérdéseket fogunk feldolgozni. A soron következő előadásokra is várják a környék leendő anyukáit, apukáit, akik szeretnének felkészülni az új családtag érkezésére. Emellett a kismamák közérzetére jótékony hatással bíró és a szervezetüket a szülésre is felkészítő kismamatorna minden héten szerdán kerül megtartásra a Bonyhádi Művelődési Házban. Regionális híreink következnek. Tájékoztató és gyakorlati bemutató a mohácsi határkirendeltségen, diákok ismerkedtek a vám ellenőrzéssel. Ferenc pápa apostoli látogatást tesz Magyarországra, mit várnak az emberek a pápa látogatástól? Egy nap népviseletben Schwab, Székely, Sokac és Bunyavác ruhákba öltöztek a fiatalok. A vám ellenőrzés folyamatával ismerkedhettek meg azok a szekszárdi diákok, akik ellátogattak a mohácsi vízi határátkelő helyre. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai az ott folyó munkával ismertették meg a tanulókat. A fiatalokat tájékoztató előadás után megnézhették, milyen eszközökkel dolgoznak a NAV kollégái, de egy teherszállító uszály ellenőrzését is végigkövethették. Azt kell tudni erről a mohácsi határkikötőről, hogy ez az egyetlen nemzetközi kikötője az országunknak. A mohácsi vízi határátkelőhely működésével ismerkedhettek meg ezek a diákok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal baranyai munkatársai tartottak tájékoztatót és bemutatót a tanulóknak az itt végzett munkáról. A fiatalok egyébként Tolnavár megyéből érkeztek a határkirendeltségre. A szekszárdi Bezerégy István Technikum diákjai látogatnak el a határkirendeltségre. Egy tájékoztató előadást hallgattak meg arról, hogy mi a feladata az itt dolgozó kollégáknak. A tájékoztató után megtekinthették a kikötőt, sőt a gyakorlatban is megfigyelhették a NAV dolgozóinak munkáját. Megtekinthették azokat az eszközöket is, amelyekkel a kollégák dolgoznak, ellátogatnak az irányító toronyba is, és lehetőségük lesz hajóra szállni, hiszen érkezett egy teherszállító úszály, és ennek az ellenőrzését is végig tudják követni. A diákok számára ez egy jó lehetőség, hogy betekintést nyerjenek a vám ellenőrzés folyamatába. A tanulók mindannyian érettségi utáni képzésben tanulnak, szakmai vizsga előtt állnak, így nagyon hasznos ez a kirándulás. Tanulmányaik során a logisztika, a szállítmányozás és raktározás mellett ugyanis vámismereteket is elsajátítanak. Ferenc pápa apostoli látogatást tesz Magyarországra április 28-a és 30-a között. A katolikus egyház fő a harmadik napon szentmisét celebrál Budapesten a Kossuth téren. Sokan várják és mennek el a nagy eseményre. Pécsen érdeklődtünk néhány hívő embert megkérdezve, hogyan élik meg a pápa jövetelét függetlenül attól, hogy személyesen találkoznak-e vele vagy sem. A vasárnap délelőtti szentmise után kérdeztük Pécsen az embereket, vajon mit várnak Ferenc pápa látogatásától. Szerintük miért jó, hogy Magyarországra jön a Szentatya? Abban mindenki megegyezik, hogy Ferenc pápa ezen cselekedete mindenképpen fontos. Az emberek reménykednek. Talán sokaknak fontos, sokunknak fontos lehet ez, hogy ide érkezik, és talán ez, ami van Magyarországon, ez a megosztottság már van belőle, ugye, hogy talán valamennyit változik. Én úgy gondolom, hogy az embereknek reményt ad, iránymutatást, ugyanúgy nekünk is, és egy közösséghez való tartozás érzését adja. Önkéntesnek is lehetett jelentkezni a pápa látogatás idejére. Sok feladat akad a várhatóan több százezer látogató miatt. Mi is találkoztunk olyan emberrel, aki vállalja a segítségnyújtást a pápa látogatás idejére Budapesten. Áldoztatónak jelentkeztem a pápa látogatásra, mert
Szerintem egy hatalmas kegyelem az, hogy a pápa idejön, és sok ezren együtt imádkozhatunk a mindenhatóhoz, és ha ezáltal is szolgálhatom az Isten ügyét, akkor úgy gondoltam, hogy vállalkozom erre. Rengeteg lelket gazdagító élmény vár azokra, akik személyesen részt vehetnek Őszentsége Ferenc pápa 2023 magyarországi látogatásán. Népviseletben mentek iskolába április 24-én a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának néprajzi tagozatos diákjai. A fiatalok az Egy nap népviseletben elnevezésű kezdeményezéshez csatlakoztak már 2018-ban, és azt mutatták be, hogy a viseletek a hétköznapi ruházattal párosítva is hordhatók. A magyar, a sváb, a székely viseletek mellett sokac és bunyevác ruhákban öltözött fiatalokkal is találkoztunk. Gyülekeznek a viseletbe öltözött diákok a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának udvarán. Jól megférnek egymás mellett a sokac, a bosnyák, a magyar, a székely és a sváb öltözetek. Mivel 11 éve néptáncolok, ezért én fellépéseken szoktam viselni, valamint, hogyha valamilyen kulturális program van, vagy itt az iskolában ilyen jellegű dolog van, akkor fel szoktam húzni. A népviselet egy olyan jelrendszer, mely kifejezi viselőjének korát, nemét és nemzetiségi hovatartozását. Április végén tartják országszerte a népviselet napját. A Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának közössége minden évben a különböző tájegységek viseleteiben hívja fel a figyelmet a népi kultúrára. Az Egy nap népviseletben napnak az a mottója igazából az, hogy ha nem is teljes viseletben, de legalább egy viseleti darabot vegyen föl, egy pántlikát, egy kalapot, egy mellényt a diák. Nem mindenkinek van teljes viselete, plusz megesett az is, hogy bejöttek a lányok reggel karaktercipőbe, feltörte a lábukat, és akkor természetesen átöltöztek. A kezdeményezés mottója, hogy legyen a népviseletnek is egy napja, évek óta nem változott. Nagyon nehéz már egy teljes, minden tekintetben autentikus viseletet úgy összegyűjteni, ha csak nem valami családi örökségként száll apáról, fiúra, anyáról, leányára. Ilyet is láttunk többet is, ezt mindig megdicsérik, és felhívjuk a figyelmet, hogy nagyon vigyázzunk, mert ez egy szép darab, és ennek komoly értéke van. Sokan csatlakoztak idén is, szebbnél szebb viseletek kerültek elő, óvodákban, iskolákban gyerekfoglalkozásokat tartottak, valamint országszerte rögtönzött táncházakra hívták az iskolai közösségeket. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Minden a szórakozásról szól Szekszárdon, táncvilágnapi programok és retrómajális várja a helyieket a hosszú hétvégén. Civil fórum, a bejegyzéssel, adatváltozásokkal kapcsolatos feladatokról is hallhattak a résztvevők. Elismert restaurátor verte át, több százezer forintja bánta a kölesti férfinak. Babamama klub Bonyhádon, havonta új témákkal várják a várandós anyukákat a szakemberek. Csütörtökön változóan napos felhős idő várható, délelőtt a nyugati és középső országrész felett szakadozottabbá válik, keleten pedig megszaporodik a felhőzet. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Estére lecsökken a felhőzet, éjjel csillagfényes, eseménytelen idő várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!